Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Türi Beatrix vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ezt nem bántom senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenleg jegypénztárosként dolgozom, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés és a tevékenységeim közé tartozik. Hegyeshalomban élek, egyedülálló vagyok. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert a YouTube-on elém kerülő számomra érdekes videók pár hetes nézése alapján azt éreztem, hogy dolgom van itt. Érdekelt továbbá az is, hogy mi lehet a második részben. Azóta sem bántam meg egy percig se ezt a döntést. Hisz olyan egyedülálló az élet minden területére kiterjedő, használható, érthető nyelven átadott tudást ismerhettem meg itt, amit eddig még sehol. Pedig én is sokfelé jártam, több spirituális tanfolyamon részt vettem, olvastam könyveket, jártam közösségekbe, de ennyi fejlődési lehetőséget, mint a PPH-nál sehol nem kaptam. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben jobban tudok bánni önmagammal és másokkal, mivel megértettem a saját és a környezetemben élő emberek működését, és megoldási kulcsokat is kaptam. Etikusabban élem az életemet, türelmesebb, nyugodtabb és nyitottabb vagyok. Másképp gondolkodok, és lényegesen más szemmel nézem a világot, mint azelőtt. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használt tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Jelenlévő? Igen. Okay. Rendben. Gondoljátok végig, hogy miért tanultok itt? Miért tanultok itt? Be lehet kiabálni nyugodtan. Fejlődni szeretné? Elvigyük ezt a tudást, amit itt kapunk. Tudás miatt. Tudás miatt? Tudás, tudás. És akkor mit lehet kezdeni ezzel a tudással? Fejlődni. Hát mondjuk a negyedik dimenzióban. Használni? Lehet használni. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk igazából. Jó? Képzéseink vannak, amely által eljutatjuk az embereknek azt a tudást és azokat a képességeket. Sőt, ugye
mondhatjuk azt, hogy eléggé egyedülálló módon, gyakorlási lehetőséget is, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak. Na, álljunk meg egy pillanatra itt az élet és emberismeretnél. Engem nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta, sok évtizede érdekel, sőt gyerekkoromtól érdekelt az ember és az élet működése, csak valahogy ez a tudáshoz nem igazán jutottam hozzá. Tehát szerettem volna tudni, hogy hogy működik az élet, hogy működik az ember, de nem sok fogalmam volt róla. És ugye a 80-as évek végétől kezdtem informálódni, illetve olyan területekre tévedni, ahol ugye egyre több ilyen ismerethez sikerült hozzájutni. És nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy mennyire érdekel az élet és az ember működése, de hát ez határozza meg az ember boldogságát. Minél jobban ismerjük az élet és az ember működését, annál boldogabban tudunk élni. Legalábbis én ezt tapasztaltam, de nem csak én tapasztaltam ezt, hanem azt látom, hogy ugye egyre többen tapasztalják ezt, hogy tényleg így van, hogy minél jobban ismerjük az életet, magát az életet, és minél jobban ismerjük magát az embernek a működését, hiszen itt vagyunk mi emberek, és akármilyen hihetetlen, ugye ránézünk egymásra, és akkor azt látunk, hogy különbözőség, nem? Tehát kevés ember hasonlít egymáshoz nagyon, általában minden ember másnak néz ki, mégis képzeljétek el, több dologban vagyunk azonosak, hasonló, vagy azonos működésűek, mint különbözőek. Tehát ezáltal, hogy több dologban vagyunk azonos működésűek, ezáltal, ha megtanulja az ember ezt az azonos működést, akkor sokkal könnyebben boldogul az ember az emberekkel. És ugye van különböző működés is, de a különböző működés is bizonyos ember típusok esetében hasonló. Tehát ami azt jelenti, hogyha az ember azt is megtanulja, hogy a bizonyos ember típusok hogy működnek, akkor azokkal az ember típusokkal is könnyebben boldogul. Jó, hát ez nem ilyen tudás, tehát ezt nem lehet egy hétvége alatt elsajátítani, hogy hogyan működik az ember, meg hogyan működnek a különböző típusú emberek. Nem is lehet pár hónap alatt elsajátítani, hát ez akármilyen bánatos vagy ebben kapcsolatban, ez évek. Tehát évek. Én tanulom gyakorlatilag 87 óta, hogy hogyan működnek az emberek. Hát az élet működésével kapcsolatos dolgok azok a 90-es évek második felében találtak rám, és azóta ugye tanulom, hogy hogyan működik az élet. És ez egy csodálatos dolog, hogy az ember ismeri az ember és az élet működését. Sok mindennel foglalkoztam az életemben, és látom, hogy sok ember nagyon sok mindenféle dologgal foglalkozik, de megmondom őszintén, hogy én azt találtam, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog a Földön, hogyha az ember az élet és az ember működésével foglalkozik, az én életemben pedig a legcsodálatosabb dolog. Tehát én nem találkoztam olyan dologgal az életemben, ami annál csodálatosabb lenne, mint hogy az élet és az emberismerettel foglalkozik az ember. De nyilvánvaló, hogyha emberismerettel foglalkozni akar az ember, akkor emberekkel kell foglalkozni. Tehát úgy ismeretet szerezni, hogy az ember nem szerez mellé gyakorlatot, hát az csak egy ilyen olyan tudás, amit tudja, hogy el fogsz veszíteni. Tehát amit igazából feleslegesen tanul az ember. Tehát akkor marad meg a tudás, amit tanulsz, hogyha azt a gyakorlatban is használod. Tehát egy olyan dolog, amivel foglalkozunk, ami nem csak az embernek fontos, ahogy én ezt megtapasztaltam, meg mások is megtapasztalták,
hanem ennek nagyon fontos hatása van az emberiségre. Na nézzük tovább, eljutatni a tudást, képességeket, gyakorlási lehetőségeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Tehát az ember úgy működik, hogyha van egy probléma, akkor a problémát könnyebb úgy megoldani, hogyha az embernek van tudása, tapasztalata arra vonatkozóan. Tehát ha már valamit életedben megoldottál, mondjuk valamilyen problémát, akkor biztos vagyok abban, hogyha valami hasonló jellegű probléma jön veled szemben, akkor biztos, hogy könnyebben oldod meg azt a problémát, mint hogyha a tudásod nem lenne avval kapcsolatban. Na most, de nem csak az a lényeg, hogy tudása legyen az embernek, hanem van ennél egy még talán fontosabb dolog. Hiszen, hát gondold végig, hogy a problémáknak hát elég széles tárháza van. Tehát ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy a világban rendkívül sok probléma van, nem? Sőt, az emberekkel is rendkívül sok probléma tud történni, nem így van? És mi van, hogyha veled mondjuk egy olyan probléma történik, hát amivel te még nem találkoztál? Sőt, lehet, hogy a környezetedben sem találkozott senki. Akkor hogy fogod megoldani azt a problémát? Na most gondold végig, hogy itt van egy közösség. Van egy olyan közösség, ahol van egy szakember, most magamra értem ezt, aki azzal foglalkozik 91-től, hogy hogyan működik az ember, majd 90 olyan mikortól? 8-tól, hogy hogyan működik az élet, és az hogyan egészíti ki az embert, mint működést. És azóta ugye több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget, és több tízezer emberrel lett valamilyen kapcsolatom, illetve rálátásom valamilyen szinten az életére. Sok ezer embernek segítettem már abban, hogy könnyebben boldoguljon az életében, közvetlenül. Tehát nem közvetett módon, hanem közvetlenül. És kaptam egy különleges képességet ez idő alatt, hogyha valami olyan dologgal találkozok, olyan problémával találkozok, amivel még nem találkoztam, akkor arra kapok olyan tudást, hogy azt meg tudjam oldani. Tehát egyszerűen olyan dolgokat kezdenek el nekem súgni, szó szerint, ami a megoldást létrehozza. És hát olyan dolgok is vannak, hogy előre tudom, hogy mi lesz. Tehát mit tudom én mondjuk, azt, hogy bizonyos emberek mit fognak tenni, mit fognak cselekedni, vagy akár még azt is, hogy hogy fognak gondolkodni bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és azt is tudom, hogy milyen történések fognak létrejönni, miből mi tud kialakulni, érted? Tehát nyilván olyan információkat kapok ezekkel kapcsolatban, ami ténylegesen úgy is szokott történni. Tehát ténylegesen. Ez a szokott, ez azt jelenti, hogy mindig úgy szokott történni. Szóval a lényeg az, hogy mi történik akkor, hogyha találkozol egy olyan problémával az életben, amivel még nem találkoztál, és nincs hozzá tudásod, hogy oldod meg? Tehát én azt látom, hogy valaki valamit tanul, és nem ülteti át a gyakorlatba, és mondjuk később, valahány hónappal, vagy akár évvel kapcsolatban kap egy olyan jellegű problémát, amire neki már van tudása, de már rég elfelejtette, hogy hogy kell
megoldani azt a dolgot, mert a dudást magát elfelejtette. És sok embernek ugye az életében az a legfőbb problémája, hogy jön egy probléma, és nem tudja megoldani, és belevesz a problémába. Még akkor is, hogyha esetleg már találkozott annak a megoldásával, de már nem tudja mégse, hogy hogy kell megoldani. Arról nem is beszélve, hogy hogy működik az ember. Az ember úgy működik, hogy van egy környezeted, és a környezeted az hat rád. És elsősorban a környezetedben kik hatnak rád? Hát az emberek. Tehát nem a tárgyak, hanem az emberek. És ha az emberek úgy hatnak rád, hogy az nem segíti a probléma megoldását, hogy értem? Például úgy, hogy a környezetben lévő emberek mondjuk nem pozitívak, hanem éppen negatívak. És nem javítanak a hangulatodon, hanem mondjuk rontanak a hangulatodon. És ezáltal ugye talán még rosszabb hangulatba kerül az ember, nem csak azért, mert problémával találta magát szembe, hanem azért is, mert hát a környezetében lévők is hát nem túl jó hangulatúak. Na most ilyenkor hogy oldja meg az ember a problémáját? Hát ilyenkor kell egy harmadik személy, akinek arra a problémára van rálátása, van tudása, és segít abban, hogy az a probléma megoldódjon. Igen ám, a világban vannak ilyenek, csak vajon meg fogod-e tudni fizetni? Tehát nem tudom, tudod-e, hogy vannak olyan probléma megoldó szakemberek, akik óránként, forintra átszámítva mondjuk 1 millió forintért dolgoznak. Képzeld el? Hát azok tudnak ilyenekhez menni, akik megtehetik, hogy annyit fizessenek óránként. Oké? Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, tudod-e, hogy a személyes tanácsadás, ha van valamilyen probléma, az általában mennyibe kerül? Minimum, milyen összegről indul? Tehát ha forintra átszámítjuk, akkor ez körülbelül egy olyan 5000 forint legalább óránként. Tehát alsó hangon. Tehát például mondjuk elmész egy ügyvédhez tanácsadásra, és az ügyvéd azt mondja, hogy mondjuk 10-essel kezdődik a tanácsadás. Persze, az a minimum. Érted? És az nem az életedre ad megoldást, az csak egy jogi dologra ad megoldást. Érted? Ha megoldást ad. Na most az embereknek igazából a problémával kapcsolatban, illetve a problémák megoldásával kapcsolatban a következő dolgok azok, amik akadályozzák, hogy képesek legyenek megoldani. Az egyik az, hogy a rossz hangulatuk, a másik pedig, hogy nem tudnak kitől tanácsot kérni, vagy ha tanácsot akarnak kérni, akkor nem tudják megfizetni a tanácsot. És ezáltal hát nem tudják megoldani a problémákat. Most csak mondok egy dolgot, amivel sok tíz, talán több százezer ember is találkozott. Ez például a hitel probléma volt, amikor bejött a hitelválság, ugye 2008-ban, és sok ember ugye ki akart volna lábalni ebből a hitel problematikából, hogy jócskán fölemelkedtek a havi törlesztő részletek, és nem tudták azt az összeget már tovább fizetni. És ezáltal ugye rengeteg ember hát kénytelen volt mondjuk
rosszul kiszállni az ingatlanjából, vagy elveszíteni teljesen a vagyonát, stb. Stb. Akár majdnem földönfutóvá válni, vagy lehet, hogy volt is olyan, aki földönfutóvá vált. Tehát ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy rengeteg ember belefut bármilyen jellegű problémába, és ahogy így telnek az évek, évtizedek, legalábbis az én életemben, nem tudom te ezzel hogy vagy, én nem azt látom, hogy az embereknek egyre kevesebb problémájuk van, hanem azt látom, hogy egyre több problémájuk van, nem? Sőt, egyre több az olyan probléma, amire semmilyen hatásuk nincs. Tehát nem tudnak arra a problémára hatni. Tehát most gondold végig, mennyire tudtál hatni a Covid nevezetű problémára? Amit volt? Meg ami kezdődik már megint. Mennyire tudtál? Semennyire. Tehát egyre több olyan probléma van a bolygón, ami érinti az embereket, amire semmilyen hatásuk nincsen. Tehát semmi. És kérdezem tőled, hogy mi lesz veled? Tehát nézd meg, hogy ha a te életedet megnézed, mióta csak az eszedet tudod, vajon kevesebb probléma van neked és a környezetednek, kevesebb problémája van, vagy több? Hát akik itt tanulnak, annak kevesebb, igen, de az embereknek több, így van. Na most, de gondold végig, hogyha az életedben növekedett a problémák száma, és az embereknek növekedett az életükben a problémák száma, akkor vajon a jövőben nem fog növekedni? Tovább növekedni. És mi lesz a megoldásod? Tehát még egyszer mondom, két dolog van, ami nagyon nagy problémát okoz az embernek. Az, hogy az emberek rossz hangulatúak, és az elsősorban azért rossz hangulatúak, mert a környezetükben lévők rossz hangulatúak, és az hatást gyakorolnak rád. Érted? Tehát a környezetedben lévő rossz hangulatú emberek, azok hatással vannak rád, ezáltal te is rossz hangulatba kerülsz. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogyha egy olyan problémával találkozol, amire nincs tudásod, nincs megoldásod, akkor hogy fogod megoldani? Na most az én életemben én még nem találkoztam olyan problémával, amire ne lett volna megoldás. És nem csak az én életemben, hanem bárki hozzám fordult bármilyen problémával, még nem volt olyan, hogy ne tudtam volna neki tanácsot adni avval kapcsolatban, hogy hogyan oldja meg azt a problémát. Világos ez? Tehát bármi legyen az a probléma. Az már csak kérdés utána, hogy vajon azt megcsinálja-e, amit mondtam, de lényeg az, hogy megoldás. És ha megcsinálja, akkor biztos, hogy kijön abból a problémából. De, még egyszer mondom, ez azt jelenti, hogy van egy olyan lehetőség, van itt egy olyan közösség, ahol az ember találkozik valamilyen problémával, és arra tud kapni megoldást. De nyilván nem azokat az embereket várjuk ide, akik tele vannak problémával, hanem azokat, akik szeretnének segíteni embereknek abban, hogy kevesebb problémájuk legyen az embereknek. Tehát én nem azért kezdtem el tanulni, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy én megoldjam a problémáimat. Én nem azért kezdtem el tanulni. Én azért kezdtem el tanulni, hogy tudjak segíteni embereknek abban, hogy ők megoldják a problémáikat. Tudjátok, hogy mennyit lehet abból tanulni, ha valakinek van egy problémája, és te segítesz megoldani? De most ezt a problémát ne úgy értsd, hogy valaki nem tudja mondjuk fizetni a hitelét, és akkor te adsz neki pénzt.
Nem, ne így gondold, érted? Eszünkbe hát ne is jusson ilyen eszedbe. Jó, tehát lényeg az, hogy hát nem, nem ez a megoldás. Tehát egy embernek, tehát tudom én, van egy mondás, hogy egy éhezőnek nem halat kell adni, mert akkor egyszer jól lakik, hanem meg kell tanítani halászni. Érted? Tehát, hogyha igazából az ember emberek, tehát azt akarja, hogy az emberek jól működjenek, akkor meg kell tanítani őket arra, hogy a problémáikat megoldják. Világos ez? De mondom még egyszer, hogy van egy probléma, hogyha az ember rossz hangulatúvá válik, akkor nehezen oldja meg a problémáját. Sőt, ennek van egy még rosszabb következménye. A következmény pedig az, hogy ha tanulsz és rossz hangulatúvá válsz, akkor elfelejted a tudást. Egyszerűen, mintha nem is tanultál volna semmit. Tehát az embernek még azt is meg kell tanulnia, hogy hogyan érje el azt, hogy ne kerüljön rossz hangulatba. Érted? Vagy ha már rossz hangulatba került, minél hamarabb ki tudjon abból jönni. Érted? Tehát ezt meg kell tanulni, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát nyilván kezdetben az fog menni, hogy minél hamarabb kijöjj a rossz hangulatból. Majd később akár azt megcsinált, hogy ne kerülj rossz hangulatba, bármilyen hatás ellenére. Érted? Na most miért? Mert mondom még egyszer, ha rossz hangulatba kerül az ember, akkor hiába tanult, elveszíti a tudását. És olyankor legalább azt eszébe kell, hogy jusson az embernek, hogy hoppá, akkor hívunk segítséget. Érted? Tehát hívunk egy olyan segítőt, aki segít, aki éppen adott helyzetben nem áll annak a problémának a hatása alatt, ezért tud segíteni. Világos ez? Jó? Na most, azt megkérdezném, hogy, illetve nem kérdezem meg, majd mindjárt fogom megkérdezni, akkor nézzük tovább. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy akik szerveztek csapatot, mit jelent az, hogy csapat? Ugye itt tanulnak emberek, tehát látjátok, mi tudást nyújtunk, és itt tanulnak emberek. És lehetőségük van az itt tanulóknak, hogy szervezzenek tanulókat. És ezáltal nekik egy saját tanulói csapatuk lesz. És hát ha az embernek saját tanulói csapata van, akkor hát előbb-utóbb hozzá fognak fordulni azért, hogy segítsen mondjuk egy problémánál tanácsokkal. Tehát egy probléma megoldásában. Na most akkor annak a csoportnak a vezetője hát szeretne segíteni, ha nem tud, mert nincs még arra tapasztalata, akkor van egy magasabb szintű vezetője, akihez fordul, és megkérdezi őt avval a problémával kapcsolatban, hogy tud-e neki tanácsokat adni. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárki, akinek problémája van, az meg tudja oldani a problémáját, még akkor is, ha az ő közvetlen vezetője mondjuk, mentora, inkább úgy mondanám, az ő közvetlen mentora még nem tud arra megoldást adni arra a problémára. De most gondoljátok végig, hogyha az a mentor megkérdezi az ő mentorát, és az ő mentora meg tudja a problémának a megoldását, akkor már rögtön plusz két ember tudja a megoldást, nem csak az a személy, akinek problémája van. És ezek a tanácsadások, ezek úgy vannak, hogy az itt tanulóknak, hogyha valaki a saját csapatában kéri a tanácsot, akkor ez a tanács, ez díjmentes. Érted? Nem 1 millió forint óránként, vagy nem 5000 vagy 10000 forint óránként, hanem díjmentes.
Érted? Igaz? Na most, de mondom még egyszer, én nem azért kezdtem el tanulni, hogy megoldjam a problémáimat. Tehát én nekem mindig nagyon jó érzékem volt világéletemben egy probléma megoldására, még akkor is, mikor nem tanultam. Ugye tanulni 86-tól kezdtem el, illetve 87-től kezdtem el tanulni ilyen dolgokat, és én 87 előtt is megoldottam problémákat, de nyilván nem olyan hatékonysággal azért, mint most. És nem ezért kezdtem el tanulni, hanem nem tudják az emberek azt, hogy milyen csodálatos dolog emberek javát szolgálni. Azt nem tudják. Én se tudtam addig, míg ezt nem csináltam. Érted? De volt egy késztetés bennem, hogy én emberek javát szolgáljam. Ez nem mostantól, ez gyerekkoromtól. Az emberek azt gondolják, hogy az a jó dolog, meg az a szép dolog, amit csinál mindenki. Vagy az a szakma, amit tanult. Én nekem se ez a szakmám. Az én szakmám az teljesen ellentéte ennek a szakterületnek, amivel most foglalkozok. Én anno, annak idején autószerelő mester lettem, tehát a mestervizsgát is letettem. Az teljesen anyaggal való foglalkozás. De az ember az nem egy anyag. Bár látszólag egy anyag, mert test. Hát a tested, ha valami baj van vele, meghibásodik, akkor rábízzuk olyan szakemberekre, akik az anyaggal foglalkoznak. Én is értek ezekhez a dolgokhoz, csak nekem nem ez a dolgom. Hanem az a dolgom, hogy ami a problémát előidézi, azt oldjuk meg. Mert amikor megjelenik egy betegség, mondjuk, az már egy következmény. Tehát a betegség az nem egy előzmény, hanem egy következmény. Egy olyan dolognak a következménye, amit ha nem tettél volna meg, vagy megtettél volna, akkor az a betegség nem következett volna be. Tehát minden betegség abból következik, hogy jön létre, hogy valamit, amit meg kellett volna tenni, azt nem tettél meg, vagy valamit, amit megtettél, azt nem kellett volna megtenni. Mindig. És ugye, ha egy dolgot megteszel, az vajon minek a következménye? Tehát mi előzi meg a cselekedetet? Egy gondolat, így van. Tehát te soha nem cselekszel úgy, hogy előtte hosszabb vagy rövid időn keresztül ne futott volna végig az a gondolat, hogy most azt meg kell tenned. Még akkor is, ha az ember hát kicsit úgy érzi, hogy most nem ura a gondolatainak. De akkor is az a gondolat létrejött benned, ha nem jött volna létre, akkor nem tetted volna azt meg. Tehát ezáltal gondold végig, hogy bármit tettél eddig az életedben, azt megelőzte a te saját gondolatod. Na most a gondolatunk az soha nem anyag. Hát a gondolat az nem egy anyag. A gondolat az valami által létrehozott, hát szellemi dolog. Tehát valami létrehozta azt a gondolatot. És a gondolatot azt nem, jellemzően nem a test hozza létre. Tehát nem a test. Tehát főleg akkor nem a test, amikor tényleg gondolkodsz. Mert ugye lehet egy olyan gondolat is, ami teljesen ösztönös, tehát teljesen ösztönből jön, és egy pillanat műve, és már is cselekszel, de akkor is az egy gondolat, na azt valamilyen szinten lehetne kötni a testhez, mert
ott a test megélései alapján történt az a gondolat, amit a test már megélt, annak alapján történt az a gondolat, de ha jobban megnézzük, mégis semmi köze az anyaghoz. Csak ilyen formában, hogy a test már valami hasonlót megélt. És ezáltal, ha jobban megnézzük, akkor a gondolat az nem egy anyag, sőt mondhatjuk azt, hogy nem sok köze van az anyaghoz, akkor honnan jön a gondolat? Ugye az olyan fajta gondolat, amilyen ösztönszerű, ami megélésekre épül, az nagyon hasonlít az állat működéséhez. Mert az állat is a megélések és az ösztönök alapján hozza létre a cselekvéseit, de azt nem mondhatnánk, hogy az valami hasonló gondolat lenne, mint az ember gondolkodása, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy ösztönös cselekvés. De itt vagyunk mi emberek, mi viszont tudunk gondolkodni. És tudunk úgy is cselekedni, ami teljesen ellentétes az állatok működésével. Ami azt jelenti, hogy tudunk töprengeni például. Tudunk mérlegelni. Az állatok ilyenre nem képesek. Ők nem képesek töprengeni, nem képesek mérlegelni. Ők ösztönösen cselekednek. Jól vagy rosszul. Az ember is képes arra, hogy jól vagy rosszul ösztönösen cselekedjen. De amikor töprengünk, gondolkodunk, mérlegelünk, akkor sokkal több vagyunk, mint az állatvilág. Ami azt jelenti, hogy az egy magasabb rendű működés. Ha nem tetszik valakinek az, hogy magasabb rendű működése van az embernek, mint az állatnak, akkor nyugodtan besorolhatja magát az állatvilágba. Nekem ebben semmi gondom nincs. Jó, tehát lényeg az, hogy ez egy sokkal magasabb rendű működés, egy olyan magasabb rendű működés, ami nem földi eredetű. Oké? Tehát maga az a valami, ami a gondolkodásodat létrehozza, tehát a töprengést, a mérlegelést, az nem földi eredetű. Oké? Az isteni eredetű. Ami azt jelenti, hogy nyugodtan alázhatja valaki magát, hogy neki semmi köze az Istenhez, semmi gondom nincs ezzel, az az ő baja. De ha valaki nem akarja magát alázni, akkor elgondolkodhat azon, hogy isteni eredetű, tehát van egy olyan dolog bennünk, ami isteni eredetű. Ami létrehozza azt, hogy képesek legyünk gondolkodni. Sőt, ez olyan isteni eredetű, hogy ez az Isten része. Tehát az emberben van egy olyan dolog, ami az Isten része. És ez nem vallási előadás, most félre ne értsétek. Még véletlenül sem az. Az egy tény, én megkaptam az információkat arról, hogy a világegyetem hogy jött létre, azon belül hogy jöttek létre az élőlények, hogy jött létre a magasabb rendű létforma, és hogy jött létre például az ember. Ezekről konkrét információjam van, olyan, hogy tanítható információ. És pontosan le tudom vezetni neked, bárkinek ezt logikusan, hogy ez az egész hogy történt. Onnan, hogy létrejött a világegyetemben az élet. És az hogy jött létre. Ami nem most jött létre, mert kimondhatatlanul sok évmilliárddal ezelőtt jött létre. Oké? Tehát ezt most azért mondom, mert ugye itt van az a dolog, ami az isteni lény bennünk, az pedig maga a lélek. Hát erről biztos, hogy mindenki hallott már, de nem biztos, hogy
túl sok információja van ezzel kapcsolatban, hogy mi is az, hogy lélek. Tehát a lélek az az isteni, tehát magának a teremtő Istennek, amiből származik minden élet és minden anyag, az anyag is, képzeljétek el, az gyakorlatilag az Istenből származik, maga a lélek. Tehát honnan tudni azt, hogy az anyag is az Isten része? Ezt nem tudom, tudjátok-e, mikor derítették ki a tudósok? Mikor létrehozták ezt a svájci föld alatti kutató objektumot, és kvantumfizikai módszerekkel kezdtek el kutatni. És a kvantumfizikusok egyszerűen, mikor az anyagot vizsgálták, az anyagban megtalálták azt az energiát, ami értelmes. Értelmes energia. Tehát ez ugye, de ez kvantum részecskékben fedezték föl, tehát nem a molekula, hanem annál sokkal kisebb részecskékben. És egyszerűen az azt jelenti, hogy oda mész egy anyaghoz, és a rezgését képes vagy az anyagnak megváltoztatni. És bárki oda megy, az ő rezgése megváltoztatja az anyag rezgését. Érted? És ahány embernek más a rezgése, oda megy ahhoz az anyaghoz, és megváltoztatja annak az anyagnak a rezgését. És ezt nem tudják megcsinálni az állatok. Oké? Ezt is bebizonyították. Nem tudják megcsinálni a növények. Csak kizárólag az ember. Ezért van az, hogy a jó állapotú embereknek a környezetében lévő anyag az sokáig tartós. A rossz állapotú embereknek a környezetükben lévő anyag, tehát a tulajdonukban lévő anyag hamar tönkre megy, hamar elavul. És minden anyagban megtalálták ugyanazt az isteni részecskét. Minden anyagban ugyanazt az isteni részecskét megtalálták. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanaz az isteni részecske az a világegyetem minden pontján fellelhető. Ott, ahol energia van, és ott, ahol anyag van. Mindenütt. Tehát ugyanazt az isteni részecskét felfedezték az energiában is, és felfedezték az anyagban is, mert ugye az anyag az mi? Koncentrált energia. Tehát gondold végig, de mi különbség az energia és energia között? Hogy az energiának van olyan része, amelyik nem értelmes, és van olyan, hogy értelmes energia. Az értelmes energia, amit úgy hívnak, hogy lélek. És az minden értelmes lényben van. Értelmes energia. Tehát minden olyan lényről beszélek, amelyiknek teste van, abban van értelmes energia. Tehát értelmes lényekről beszélek. Na most a Földön, ugye az emberek tudomása szerint van egy értelmes lény, azt úgy hívják, hogy ember. És minden emberben van egy úgynevezett értelmes energia, amit úgy hívnak, hogy lélek. És ez a lélek az, ami teljes egészében annyira isteni eredetű, hogy az Isten választotta ki magából. Tehát ez olyan, mint mikor egy sejt szaporodik. Érted? Azzal a különbséggel, hogy a sejt úgy osztódik, hogy nem lesz kisebb az a sejt, amiből létrejött. De maga az a teremtő, aki megosztotta önmagát,
az azt jelenti, hogy nem lehet azért kisebb, de energetikailag mégis kevesebb lett, érted? Na most gondold végig, hogy de mégse lett, tehát ez egy olyan dolog, hogy kevesebb lett, de mégse, mert tudásban meggyarapodott. Na mindegy, elmagyaráznám, csak akkor az hosszú lenne, mert részeiben ugye vissza kéne menni az elejére a dolognak. Jó, tehát lényeg az, hogy itt van benned egy olyan energia minden egyes emberben, ami mivel úgy jött létre, mint mondjuk a sejtosztódás, ezért gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy ugyanabból származunk mindnyájan. Tehát a lelkünk az közelebbi rokonságban van egymással, mint mondjuk egy iker esetében a test. Érted? Tehát mint egy iker esetében a test. Itt vagyunk mi emberek, és a világegyetemben minden értelmes élőlénnyel a lelkünk, azt mondhatjuk azt, hogy testvér. Oké? Na most ez nem erre akarok kitérni, erre a dologra, de ezt azért mondtam el, hogy értsed, hogy van egy sokkal, de sokkal értékesebb dolog benned, mint maga a tested, mert a tested az halandó, a lelked pedig halhatatlan. Tehát maga ez az értelmes energia, mivel energia, tanultad fizikából általános iskolában, hogy az energia az nem vész el, max átalakul. Oké? Tehát maga az értelmes energia, ami benned van, az soha nem pusztul el. Tehát annak nem számít, hogy milyen hideg van, vagy milyen meleg van, vagy van-e levegő, vagy nincs levegő, nem számít. Van-e kaja, vagy nincs kaja, nem számít, érted? Az anyagnak kell ez a fajta gondoskodás, hogy etetni kell, itatni kell, stb. Gondoskodni kell róla, de a léleknek egyetlen egy gondoskodás szükséges. Ezt tudod micsoda? Na micsoda? Tudás. Gondoskodás. Az a szeretet. A gondoskodás az a szeretet. Oké? Az más maga a tudás, az a lélek fejlődését eredményezi, de a lélek hát sokkal kevésbé akar fejlődni, ha hiányzik a szeretet. Nézzétek meg! Tehát azok az emberek, akiket nem szeretik, azok bebugóznak, nem? És azt hiszik, hogy nekik az a jó. És nem akarnak ebből kikerülni, mert azt hiszik, hogy ez a jó. Tehát ahhoz, hogy egy lélek fejlődjön, szüksége van a nyitottságra. Hiszen az információ az kívülről fakad. Oké? Tehát az információt azt fel kell keresni. A tudást azt meg kell találni. És ha egy ember magába fordul, nem nyitott, mert nem szeretik, mert azt érzi, hogy nem szeretik, akkor megszűnik a nyitottsága az információ irányába is. Ezért nem tanul. Tehát nézd meg, az iskolában is, ha visszavezeted arra, hogy kik voltak olyan tanulók, most ne a magolókra gondoljatok, az olyan tanulókra, akiknek mondjuk elmondta a tanár, simán megértette, és ha kérdeztek, vagy dolgozatot kellett írni, vagy felelnie kellett, akkor simán visszaadta a tudást. Nem abba a formába teljesen, ahogy tanították, hanem a saját nyelvén nyilván, a saját szókincsével.
És ha az ilyen embert megnézed, akkor az ilyen ember, ha visszaemlékszel, aki így tudott tanulni, tudti, hogy jó állapotú volt. Jó hangulatú, jó állapotú ember. Mikor egy ember jó állapotú? Ha szeretik. Nem így van? Nem az a fontos, hogy mennyi pénze van valakinek. Nem az adja a boldogságot. Hanem az, hogy mennyire szeretik. Érted? És ha egy embert szeretnek, de ha megnézzük, kit szoktak szeretni? Hát aki szereti az embereket. Nem? Tehát ez kölcsönös. Tehát egy ember szeretnek, akkor sokkal könnyebben boldogul az életében. Világos ez? Mert akit szeretnek, és ő is képes szeretni, az képes nyitott lenni. Érted? Képes arra, hogy kommunikáljon másokkal. Érted? És a kommunikáció révén, mivel szeretet alapon működik a kommunikációja, képes arra, hogy törekedjen az egyetértésre. És ha egyetért emberekkel, akkor szimpatikus lesz emberek számára. Ami azt jelenti, hogy létrejön egy még magasabb rendű szeretet köztük, mint ami előtte volt. Vagy szintű, nem rendű, szintű szeretet. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, itt van egy élet, aminek az lenne a legfontosabb része, hogy az ember kifejlessze magában nagyobb mértékben, mint ami benne van, a szeretetet. Mert mindenkiben van szeretet, csak van, akik elnyomják a szeretetet magukban, és van, akik meg nagyon elnyomják magukban a szeretetet. Itt vagyunk mi emberek, ki kellene fejleszteni magasabb szintre a szeretetet, de ez nem megy úgy, hogy begubózunk. Ez nem megy úgy. Tehát nem lehet úgy szeretni embereket, hogy azt ne nyilváníts ki. Érted? Csak úgy tud szeretni embereket, hogyha minél közelebbi kontaktusba kerülsz velük. Ami azt jelenti, hogy az a kontaktus, az kommunikáció. A kommunikáció akkor tud létrejönni, hogyha, mit tudom én, minimum írtok egymásnak. Az a legtávolabbi kommunikáció. Nem látjátok egymást, de írtok egymásnak. Egy közelebbi kommunikáció, amikor már látjátok is egymást. Egy még közelebbi kommunikáció, amikor már meg is tudjátok egymást érinteni. Érted? És nyilván az igazi kommunikáció az, amikor minél több érzékszervedet be tudod vonni a kommunikációban. Tehát tudsz érinteni, tudsz beszélni, tudsz hallani, oké? Látod az illetőt. Hát a szerelmesek még ízlelik is egymást, nem? Vagy ha ellenkező neműek és nagyon szeretik egymást, nem? Vagy akár azonos neműek is esetenként. Jó, tehát nem? Ha megnézed, be van vonva akár a 4-5 érzékszerv. Világos ez? A kommunikációba be van vonva a 4-5 érzékszerv. És minél, tehát minél több érzékszer be van vonva, annál nagyobb szeretet tud létrejönni. Tehát itt van egy olyan világ, ahol pont ez ellen hatott az elmúlt 2-3 év. Érted? Pont ez ellen hatott. Hogy az emberek, azoknak megnehezítsék a szeretet kinyilvánítást. Vagy nem ezt látod?
Ugye én nagyon régen, még a 2000-es évek elején, hát az nem olyan rég, az csak 20 éve, tanultam egy olyat, hogy eljön az az időszak, ahol az emberek egyszerűen szükségleteket érzik ahhoz, hogy valamilyen közösségben legyenek, mert a családi közösségek azok hát vagy nem hozzák azt a szerepet, amit elvár az ember, tehát magyarul nem érzi jól a, mondjuk a párjával az illető magát, hát vagy nincs is párja. És akkor eljön az az időszak, ahol az embereknek szüksége lesz a közösségekre. Hát ha megnézzük, hát azóta eltelt 20 év, és hát most itt tartunk. Na most, ha már úgy eszembe jutott a közösség és a párkapcsolat, akkor hozzuk össze ezt a kettőt egy gondolatba. Gondoljátok végig, hogy kivel érzed jól magad? Tehát kivel szoktad jól érezni magad? Akivel jól tudsz közös témáról beszélni, nem? Nem így van? Tehát olyan témáról tudtok beszélgetni, ami téged is érdekel, őt is érdekli. Nem? Ugye, mik szoktak lenni ezek a közös témák? Hát sok minden, de a legtöbb közös téma az nagyon rövid idejű. Tehát mit tudom, lehet, hogy beszélsz egy filmről, de hát annak a filmnek vége, akkor már sokáig nem tudsz róla beszélni. Ezért tartják fenn a sorozatokat, hogy az emberek sokáig tudjanak beszélni. Nem vicc, komoly, ezért tartják. Hát régen nem voltak sorozatok. Tehát az én gyerekkoromban, ugye én hány éves koromtól? Tévét nézek, mióta megszülettem, tényleg, mert nagymamámnak 58 óta van tévé, volt tévéje, és ugye mivel én nagymamám nevelt, ezért én tévénéző voltam annak egész pici koromtól. És visszaemlékszem még az egész gyerek, kicsi gyerekkorom, 6 éves kora előtti tévéfilmekre, és ott nem voltak sorozatok. Egy-egy volt, például Orion űrhajó, például volt ilyen sorozat, de az a 60-as években volt ilyen. Hát az egy-két sorozat volt, meg az Ivanhoe, meg ilyenek voltak. Tehát volt egy-kettő, de nem ez volt a jellemző. Tehát ha megnézed, ma a tévében elsősorban sorozatok vannak, hogy az emberek ne arról beszéljenek, ami fontos, hanem olyan, ami nem változtat az életükön. Érted? Tehát elviszik az emberek figyelmét arról a dolgokról, ami fontos az emberek számára, úgy fontos, hogy életváltoztató, elviszik olyanra, amihez semmi közük, ami semmi hatással nincs az életükre, pozitív hatással természetesen, max negatív hatással, és az ember olyan, hogy sajnos hajlamos erre, hogy a figyelmét ne azokra a kommunikációkra fordítsa, amelyek hát jobbá tennék az életüket. És ezért gondold végig, hogy talán, amit az előbb kérdeztem, hogy ugye mennyire fontos, most azt gondold végig, hogy mennyire fontos az, hogy olyan dolgokról beszélgess emberekkel, ami téged is érdekel, a másik felet is érdekli, amiben egyet tudtok érteni, ez mennyire fontos. És olyan dolgok is, ami pozitív hatással tud, tehát olyan dolgokról is tudtok beszélni, ami pozitív hatással is tud lenni, akár mindkettőtök életére. Vajon ez mennyire fontos? Na most, és mi lenne, mondjuk, hogyha a pároddal
tudnál akár tartósan olyan dolgokról beszélni, ami mindkettőtök számára érdekes, meg fontos, és pozitív hatással tud lenni az életedre. Vajon az mennyivel javítaná mondjuk a párkapcsolatodat? Vagy hazamentek a munkahelyről, és az egyik őtöket sem érdekli igazán, hogy a másikkal mi történt, mert semmi közöttök ahhoz a dologhoz. Érted? Ami vele történt. Vagy ami az ő munkahelyén történt. Hát melyik a jobb megoldás? Tehát itt van egy közösség, ahol valakinek mondjuk nincs párja, akkor találhat olyan párt, akivel tud hasonló dolgokról beszélni. Érted? Olyan dolgokról, ami mind a két embert érdekli. Tehát nem csak tanulunk, nem csak segítséget kapunk a problémákra, hanem itt olyan emberek vannak, akiket hasonló témák érdekelnek, mint téged. Érted? És nem csak ellenkező neműekre lehet itt gondolni, hanem azonos neműek is tudnak egymással beszélgetni különböző olyan dolgokról, ami mind a kettő embert érdekli. Tehát itt van egy tényleges olyan közösség is, ahol az emberek azért is jól érzik magukat, mert jókat tudnak beszélgetni olyan dolgokról, ami hasznos számukra. Érted? Tehát egy olyan közösséget sikerült létrehozni, amely még ráadásul egy óriási küldetéssel is meg vagyunk áldva, szó szerint, de ez pozitív értelemben. Gondold, mert ugye általában, na ez meg van áldva, ezt így szokták, tudod. Tehát ne így gondold, hanem hála Istennek meg vagyunk áldva. Tehát a történelemben még olyan nem volt, hogy tömegesen juthatnának föl az emberek abba a létformába, ahonnan jöttek. Az a létforma pedig az angyali létforma. Tehát mi angyali létformából jöttünk emberek, a lelkünk természetesen, és oda visszakerülhetnénk, ezért vagyunk itt a Földön. Az angyali létformába kerülésnek a óvodája vagy iskolája, akinek melyik jobban tetszik, oké, maga a földi lét. És az a célja a földi létnek, hogy az ember visszakerülhessen az angyali létformába. Az angyali létformának egy magasabb szintje az az isteni létforma. Jó, csak hogy ezzel tisztában legyünk. És a magasabb létformába bekerültek emberek, például olyan, hogy ismert emberek, például olyan, hogy Buddha, oké? Például olyan, hogy Jézus, oké? Stb. Stb. Tehát ők biztos, hogy bekerültek. De nem csak ők, hanem sok névtelen is bekerült, aminek az a feltétele, hogy képes legyen az ember szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Ez a feltétele. De ezt akkor tudja az ember elérni, hogyha egy lelki fejlődésen végigmegy. A lelki fejlődés pedig itt kezdődik a valahova tartozásnál. A valahova tartozás azt jelenti, hogy képes közösségben lenni másokkal. Itt kezdődik a valahova tartozás. Jó, tehát nem a családnál kezdődik a valahova tartozás, mert a család az a legkisebb közösségi egység. Jó, tehát az a legkisebb közösségi egység. Az egy fontos közösségi egység, a legfontosabb közösségi egység a család, de az a legkisebb. És ugye megnézzük, az legtöbb ember már a legkisebb közösségi egységben sem egy jó együttműködő. Nem? Tehát ezért a családban nem tudja az ember megtanulni az együttműködést, ezért kell egy nagyobb közösségi egység, és
ezt nyújtja a PPH, illetve azt a lehetőséget, hogy tovább fejlődhessen ebből az ember, vagy ebben az ember, ebben a közösségben, és eljusson az elismerés lelki szintjére, majd feljusson az önmegvalósítás lelki szintjére, kettőt ugrani nem lehet, majd feljusson a küldetés lelki szintjére, ami az aranykort lenne. Tehát az aranykorba jutást, hogy is mondjam, jutalmát, az aranykorba jutás jutalmát adja. Tehát ha valaki ide feljut, akkor bekerülhet az aranykorba. Az aranykor az mi? Az egy jövőbeni társadalmi forma, aminek 2035-re kell a bolygón létrejönnie, annak a társadalmi formának, és oda be kell jutni. Miért? Mert vagy lesz itt aranykor, vagy ezen a bolygón nem lesz élet, jó? Tehát itt nincs más választás, vagy aranykor lesz, vagy ezen a bolygón nem lesz élet, oké? Tehát a nem lesz élet azt jelenti, hogy a testet semmivé válik. Világos ez? Tehát ha nincs élet, akkor nincs test. Jó? És akkor ezt most értelmezheted úgy, ahogy akarod, erről sokat beszéltem már díjmentes előadásban, tudsz erről ennek utána nézni az előző díjmentes előadásaimban. Szóval a lényeg az, van fönn több száz díjmentes előadásom, lényeg az, hogy mondom, vagy aranykor lesz ezen a bolygón, ezt nem én állítom, most ne értsétek félre, én ezt közvetítem, ezt az információt, vagy aranykor, vagy élettelenség, oké? Jó? Ez ennyi. Tehát ez azt jelenti, hogy a Földben sem lesz élet, jó? Hát nem csak a Földön nem lesz élet, hanem a Földben sem lesz élet. És nem messze az idő, hogy a aranykornak létre kell jönni. Tehát egyébként már megvalósult volna az, hogy nincs élet ezen a Földön 2012-től. 2012. december 22-vel kellett volna a fentieknek ugye ezt a választóvonalat megcsinálni, de azért nem csinálták meg, mert sok a jó ember. Világos ez? És a jó embereknek lehetőséget adtak arra, hogy bekerülhessenek egy átmeneti korszakba, ahol nincs elnyomás. Az aranykorban nem lesz elnyomás. De az aranykorba jutáshoz meg kell tanulnod az elnyomás kezelését és az elnyomók kezelését. Pont egy ilyen képzésünk van most, oké? Hogy hogyan kezeljük az elnyomást, és hogyan kezeljük az elnyomókat. Ugye egy pár hete, két hete tanuljuk ezeket, plusz még egy alkalom, tehát azt mondja, ez az ötödik alkalom, ha jól számolom, nem? Igen, az ötödik alkalommal tanuljuk ezt, mert a jövőben, az aranykorban nem lesz elnyomó, és nem lesz, mert akkor van elnyomás, ahol van elnyomó. Ha nincs elnyomó, akkor nincs elnyomás. Tehát nem lesznek elnyomók, és nem lesz elnyomás. Oké? De vagy ez a társadalom létrejön, vagy nem lesz társadalom, de ember se. Meg egyáltalán semmilyen élet itt a Földön. Világos ez? Szóval lényeg az, hát ennek egyébként ugye megvan a forgatókönyve, hogy mi lenne akkor, ha, mindegy, de ezt most, ugye ezt is elmondtam már többször, most nem kívánom. Szóval lényeg az, hogy az aranykor azt a korszakot szolgálná itt a Földön emberként, hogy az ember a beteljesülés szintjére jusson. Tehát akkor képzeljétek el, a Föld azt a szerepet fogja betölteni a jövőben, az aranykorban, hogy azok a fejlettebb lények, akik még
nem kerülhetnek be a magasabb létformába, azok ide leszületve, olyan családba születve, megtanulják azt, hogy hogy kell majd ott fönn működni. Világos ez? Tehát lesz leszületés itt, csak hogy tisztában legyetek, de csak olyan személyek születnek le, akik ugye itt fogják megtanulni azt, hogy hogy kell ott fönn működni. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy nem antiszociális személyek, nem elnyomók. Tehát az elnyomók azok nem születhetnek le. Jó, de olyanok sem születhetnek le ide a bolygóra, akik nem tudják kezelni, és nem tudták az előző életben sem megtanulni akár annak a kezelését, hogy, ne elnyomoskodjanak. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy olyanok, akik végig mondjuk eladták a lelküket, vagy, az anyag volt csak fontos számukra, és nem a fejlődés, azok nem születnek ide erre a bolygóra. Tehát ugye én meg is kérdeztem olyanokat, már konkrét személyeket, hogy, például ő konkrétan, aki nemrég halt meg, az vajon ide fog-e születni, és azt mondták, hogy nem. Tehát nem erre a bolygóra. Tehát van egy kész bolygó, kinn az univerzum szélén, itt csak olyan lények lehetnek a jövőben, akik magas rezgésűek. Világos ez? És egy olyan sérült ember, aki az előző életében óriási problémákat hozott létre, az nem tud magas rezgésű lenni. Világos ez? Jó? Tehát a magas rezgést a tudás hozza létre. És a tudás az nem olyan, hogy csak úgy van. A tudást azt el kell sajátítani. Jó? Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Várunk benneteket tanulni és fejlődni, hogy közösen bejussunk az aranykorba. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű előadást. Tényleg nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és hogy azóta is tanulok. Azt javaslom neked, gondold át, hogy, vajon van-e véletlen, hogy nézed ezeket a videókat, és ha úgy gondolod, hogy nincs véletlen, és tetszenek ezek az előadások, akkor csatlakozz hozzánk, várunk szeretettel. Itt nincs vesztenivalód, próbáld ki akár pár hónapra, nincs semmi kötelezettség. A képzés ára teljesen baráti, annak ellenére, hogy a tudás az megfizethetetlen. A coach képzéseken nem csak az ingyenes előadásokban elhangzó információkat, hanem annál sokkal többet, a hétköznapokban használható, közérthetően átadott tudást és módszereket is kaphatsz. A világ csak általunk változhat meg, nekünk kell fejlődnünk és összefognunk. És ehhez itt van egy csodálatos közösség és egy csodálatos tudás, ami számomra már nem hit, hanem meggyőződés. A szünet után az elnyomás feloldó coachképzésünk következik, amely ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételettel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. 30 perc, elnézést. 30 perc szünet következik.